3,5 év munkájának gyümölcse éred be. A székelyudvarhelyiek kezükbe vehetik a székelyföldi legendáriumot. A kötet 150 mondát, valamint legendát tartalmaz, és meseszerűen kalauzolja a gyermekeket és felnőtteket a csodák világába. Hol volt, hol nem volt, a tejúton túl, ott, ahol Csaba királyfi csillagösvénye kezdődik, valahol a Kárpát-kanyarban, ahol az itt lakóknak az óriások és az ördögök formálták a hegyeket, völgyeket, és a tündérek fakasztották a patakokat, és adtak a föld mélyéből felbugyogó víznek gyógyerőt. A keleti Kárpátok egyik legszebb vonulata, a Nagyhagymás hegység is mondák bölcsője. Itt ered ugyanis a két tündérlányból folyóvá egyesülő Maros és Olt, és a közeli Csíkszentdomokos határában kapaszkodik az égre a tejút. És talán az sem véletlen, hogy itt készül az első legendák ihlette rajzfilm is. Itt vannak ketten, és tartják a képrámát, akkor sárkány az úgy jó volt, de az első sárkány jobb volt, mint az utolsó. És a tündér valahol itt a térkép, valahol itt a falon. Kosza Arnold animátor, maga is szereplője a rajzfilmnek. Az egyik mesefigurát ugyanis saját mozgásával, három webkamera segítségével keltette életre. Ez a első legsikeresebb rész, tehát legalább 40-50 olyan felvétel van, ahogy én mozgok, amelyből sikerült kicsit tanulni. Ez is elég nehéz beállítás, mert összhangba kell állítani a három kamerát. Hosszú út vezetett azonban a rajzfilmig, mondja Fazakas Szabolcs, a legendárium ötletgazdája. Pár éve kezébe került egy diáktérkép az Európai Uniós országok legérdekesebb legendáival. Romániát mindössze Dracula, a bukaresti Ateneum és egy ortodox kolostor képviselte. Székelyföld gyakorlatilag lemaradt, tehát hogy nem létezik. És ezek azok a dolgok, ez az egyik dolog, ami indított abba, hogy hát kellene nekünk is lenni egy saját legendatérképünk, és igenis egy olyan színvonalú kell legyen, hogy ez Brüsszelben megállja a helyét. Most nem Brüsszelnek készítettük, hanem a helyi közösségnek is, de ez volt az első kis csira. Márton Erika a székelyudvarhelyi képzőművész rajzolta meg a Csík, Gyergyó, Udvarhely, Maros, Aranyos és Háromszék legenda és mondavilágát megjelenítő térképet. Ecsete által összesen 140 történet elevenedett meg. Semmiképpen nem akartam statikus jeleneteket, tehát azt akartam, hogy Szabi is mondta, tehát az volt a kívánsága, hogy mozogjon, tehát az egész nagyon dinamikus legyen. A legenda térkép mára ott lóg minden székelyföldi iskola falán. Keresétek meg Csernátont, mert ott is jártunk. A székelyföldi legendárium a napokban színes meséskönyv formájában is napvilágot látott. A nyelvezet az egységes lenne. Lehetőleg olyan tárgyalegi kifejezések, amelyek kifejezetten, kimondottan székelyföldre jellemzőek, és máshol nem nagyon értik, olyanok ne kerüljenek bele. Mégse veszítse el az ízét, olvasmányos legyen. Sorolja a kötet szerkesztésének szempontjait Kudelász Nobel költő, prózaíró. Olyan is volt, amelyikről másfél-két mondat volt mindössze, tehát se történelmileg nem lehetett behatárolni, földrajzilag úgy, ahogy. Na és itt jött be az, hogy egy kicsit nyomozó munka is volt mindez. Valaki hallotta a nagymamájától egy sztorit, a Duna TV-n meghirdettük, hogy keressük az ördög tavának a mondáját, egyszerűen nem volt lejegyezve, nem tudtak segíteni a helyiek, és Budapestre érkezett vissza a történet. Sokan közreműködtek tehát abban, hogy a 155 mondát és legendát kötetbe fogják. Amitől egyedi lesz minden könyv, az a legendás családfa. A lényeg az, hogy az első tulajdonos ide feltünteti a nevét, az évszámot, és utána, majd ha gyerekének ajándékozza, vagy bárkinek, aki ugye a rokonság vagy baráti körbe, fel lehet tüntetni a neveket, és ettől tényleg a picit megszemélyesedik. A székelyföldi legendárium elsődleges célja a tájegység turisztikai népszerűsítése, hiszen ezek a történetek gyönyörű helyszínekhez, folyókhoz, tavakhoz, hegyekhez, erdőkhöz, várromokhoz kötődnek. A gyűjtőmunka során az is kiderült, hogy a helyiek többsége sem ismeri saját mondáit, legendáit. A térkép, a honlap és a 10 000 példányban nyomtatott kötet tehát a székelyföldiek számára is hiánypótló.